Egy perces néma csenddel emlékeztek a KMKS soron következő választmányi ülésének résztvevői a szövetség nemrég elhunyt alelnökéről, Barta Józsefről, a KMKS megyei tanácsi frakciójának vezetőjéről. A róla készült kis film bemutatását követően online elnöki beszámolójában Brenzovics László úgy fogalmazott, Barta József halála nagy űrt hagyott maga után a szövetségben, de a KMKS-nek folytatnia kell a kárpátaljai magyarság érdekvédelmével kapcsolatos munkáját, melynek többek között Barta József tevékenységének köszönhetően körvonalazódnak az eredményei. Az elmúlt napok, az elmúlt hetek fontos változásokat jelentettek Ukrajna nemzetiségi politikájában is, hiszen beterjesztésre került egy olyan törvénytervezet, amely igyekszik módosítani azt a politikát, amelyet eddig folytatott az ukrajnai kormányzat, a kisebbségek, a kisebbségi oktatás, a kisebbségi nyelvhasználat területén. Ezek a változtatások, ez a törvénytervezet rendkívül előremutató, és számos olyan intézkedést tartalmaz, amely megold bizonyos fajta problémákat kárpátaljai magyarság számára is. Rendkívül intenzív tárgyalások folytnak ezzel kapcsolatban, természetesen jellemző módon mindig, minden utolsó pillanatban kellett nekünk véleményt alkotni, azonban ez sikerült, és megküldtük a kárpátaljai magyarságnak a véleményét a törvénytervezet kapcsán. Azonban természetesen nyilatkozni erről a kérdésről csak akkor lehet, hogyha ez a törvénytervezet elfogadásra kerül. Viszont nem igazán helyes az a hozzáállás, amit ezzel kapcsolatban az ukrán kormány tett, hiszen törvénynek a nevében az szerepel, hogy az európai vélemények figyelembevételére készült el, hiszen azt hiszem, aki felelős az ország sorsáért, az elsősorban azzal kellene törődnie, hogy a kisebbségek számára saját akaratból biztosítson jogokat, hiszen ez elengedhetetlen a feltétel az ország stabilitásának. Sajnos Barta József, aki részt vett ezeken a tárgyalásokon, és érzékelt azt a nyomást, ami nehezedett kárpátaljai magyarság vezetői ezekben a kérdésekben, sajnos azt úgy vélem, hogy el is hozzájárult ahhoz, hogy a szíve, amely szíve megálljon, hiszen ő rendkívül mértékben átélte azt, ami a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos volt, és hát mivel ő működött együtt a helyi és a központi hatalommal, ez a nyomás sajnálatos módon elsősorban rá nehezedett. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azért jött létre, hogy segítse a kárpátaljai magyarságnak a megmaradását, segítse a kárpátaljai magyarságnak a túlélését. És az elmúlt rendkívül nehéz időszakban továbbra is ezt tettük, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. Az Európai Bizottság különböző tisztségviselői jelenlétében elmondani véleményünket. Bocskor Andrea, Európa Parlamenti képviselő beszédében rámutatott, a KMKS és a KMPS vezetőivel számos fórumon jelezték a 2017 óta kezdődött kisebbségekre vonatkozó ukrajnai jogszűkítéseket. Most látszik egyfajta reménysugár arra, hogy változás történjen, hiszen a legfelsőbb tanácsba beregisztrálták azt a módosító törvénytervezetet, melynek a célja végrehajtani az Európai Unió és az Európa Tanács általi javaslatokat a kisebbségi jogok területén, amely megint csak talán azt mondhatjuk, hogy reményteljes, előremutató, hogy eleve ez a szándék most már végre megtörtént, hogy vissza akarnak állítani néhányat a korábbi jogok közül, de mégsem lehetünk elbizakodva, hiszen majd lássuk meg, hogy decemberben mit fogadnak el, és valóban milyen szintű és milyen tartalmú lesz az a törvény, ami megszületik, mennyire fog megfelelni a kisebbségi közösségek igényeinek, és mennyire lesz valódi reform és valódi jog visszaadás. Az oktatás terén 2017 óta folyik a harc,
Orosz Ildikó, a KMPS elnöke hozzászólásában azokról a kárpátaljai magyar oktatást érintő módosítási javaslatokról beszélt, amelyet a szövetség az ukrán oktatási minisztériumnak küldött meg. Visszahívott az oktatási miniszter helyettes, ő volt az egyetlen egyébként, aki kíváncsi volt a véleményünkre, hogy elolvasta az anyagot, és ebben próbáltunk egyeztetni a kérdéseink kapcsán. Például a mi javaslatunk az, hogy állítsák vissza a kisebbségi iskola státuszát. Régen volt ilyen, hogy kárpátaljai magyar tannyelvű középiskola, és így tovább. Valószínűleg így a pecsétekbe visszakerülni nem fog ez a dolog, de megkapjuk azt a lehetőséget, hogy azon oktatási intézményekben, ahol az ukrán osztályokon kívül van magyar osztály, vagy minden magyar osztály, ott természetesen az ukrán mellett a magyar is az oktatási folyamat nyelve. Az oktatási folyamathoz minden hozzátartozik, ami azt jelenti, hogy kommunikáció, felszólalási lehetőség értekezleteken, szülőértekezleten, ünnepségek, rendezvények és így tovább. Az oktatási törvényben eleve benne volt, és remélem benne is marad, mert hogy a 6-án döntenek róla, hogy nincsenek százalékok. Ez egy nagyon fontos kérdés, ami azt jelenti, hogy egyértelművé teszi, hogy a gimnázium szintjén, az 5-9. Osztályban az ukrán nyelvet és Ukrajna történetét kell tanítani ukránul. Az összes többi tárgyat lehet anyanyelve magyarul. A liceumi szinten Ukrajna történetét, az ukrán nyelvet és a katonai foglalkozást, vagy ahogy mondják most a Haza szeretete című tárgyat, ami egyébként mind a három logikusnak is tűnik, és egy európai precedens is van ezekre, tehát ez elfogadható így számunkra is. Nem ad lehetőséget a spekulációra. Nos, mindegyiket nem tudom felsorolni, de ilyen lehetőségek is rejlenek ebben. Várjuk meg a törvény elfogadását, hisz azt szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés, amikor majd elfogadták, és meglátjuk, akkor fogjuk újra elemezni, és megnézni, hogy mi az, ami a javaslatok közül bekerült, mi az, amit megszavaztak, és hogyan tovább. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány ez évi munkájáról. Gulácsi Géza általános alelnök, az anyaországi támogatások koordinálását lebonyolító KMKSZ jótékonysági alapítvány tevékenységét összegezve elmondta, az alapítvány az idén több mint 32 000 pályázatot fogadott be, ezek mintegy 95%-a már ki lett fizetve. Berki Marianna irodaigazgató, az EGÁN-EDE Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány idei munkájáról számolt be, és ismertette az új pályázati lehetőségeket. A 2023-as évben az EGÁN-EDE alapítványban sikerült végre lezárnunk a mezőgazdasági pályázatokat, amelyek még 2019-es évben adták be a pályázóink. Sikeresen zárult ez a program, jelenleg az elszámolási időszakban tart az alapítvány. Valamint ebben az évben kiírtunk egy új típusú pályázatot, amire még nem volt példa egyik évben sem, ez forgó eszközöknek a támogatása. Elsősorban azok a mezőgazdasági pályázók részére, akik már részesültek támogatásban az alapítványnál, és sikeresen elszámoltak. Erre nagyon fontos figyelni, mert a sikeresen elszámoltak ebben az esetben azt jelenti, hogy a pályázat nem érintett semmilyen szabályszegéssel egyáltalán. Csak ezek a pályázatok lesznek jogosultak a támogatásra. A kuratórium döntése alapján prioritásba helyezik azokat a családokat, akiknek 3 és több gyereke van, és eltartáson vannak még a családnál. Ezt is igazolni kell, ez dokumentálisan a korábbi évekhez képest. A maximálisan igényelhető támogatás 75 000 grívnya lesz, és pályázni lehet műtrágyákra, növényvédőszerekre, növénykondicionálószerekre, fóliaborításokra, vetőmagokra, palántákra és hasonló ebbe a kategóriákba tartozó forgóeszközökre. Valamint készülünk még egy új programmal, szintén vetőmag támogatásokra, amelyben jogosultak az első lépésben résztvevő pályázók lesznek, de ez egy kicsit december folyamán lesz szintén, egy kicsit
később kerül meghirdetésre. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy buzdítsák azokat a pályázókat, akik nyertek támogatást az Egened Alapítványnál, és szeretnék élni avval lehetőséggel, hogy most forgóeszközökre is pályázzanak. A pályázatot be lehet nyújtani mind személyesen, mind pedig online formájában is. Múlt héten Padovban sikerült átadni egy kölcsei emléktáblát, egy domborművet. Molnár László kulturális titkár elmondta, a KMKS nemrég avatott kölcsei emléktáblát Badallóban, és jelenleg is tart a Beregszászi Színházzal közösen gyermekek számára szervezett előadás sorozat, amelyet Kárpátalja 11 magyar településén mutatnak majd be. Molnár László ismertette a KMKS 2024-es rendezvényeinek programtervét, amelyet a választmány jóváhagyott. Az ülés néma főhajtással zárult a háború áldozatai emlékére. Az Oroszországban 2024 márciusára kitűzött elnökválasztás után a nyugati vezetőknek dönteniük kell, hogy elismerik-e Vlagyimir Putyin diktátor legitimitását, ha indul és nyer, jelentette ki szombaton Volodymyr Zelenszky elnök az Associated Press amerikai hírügynökségnek adott interjújában. Tudjuk, hogy az oroszországi választásokat nem demokratikusan rendezik. Nem számít, hogyan tartják meg, mindenki tudja, mi lesz az eredmény. A világhoz szóló kérdés a következő. Lehet, hogy ezek illegitim választások? Az elnök kifejtette, hogy 2014 után nem érték ilyen erőteljes csapások Oroszországot az elszigetelését illetően, holott elfoglalta Donyeck és Luhanszk megyék egy részét, valamint a Krím-félszigetet. Ha Putyin most indul a választásokon, és ennek nagy a valószínűsége, ahogy annak is, hogy nagy százalékban fog nyerni, úgy ő gyakorlatilag önmagával harcol. Ezért ebben az esetben a labda már a civilizált világ nyugati vezetőinek oldalán pattog majd, hogy elismerik-e vagy sem az eredményt, fogalmazott Zelenszky. Vitali Klitschko Kijev polgármestere úgy véli, hogy Ukrajna a tekintélyelvűség felé halad, és megszűnhet különbözni Oroszországtól, ahol minden egy ember személyén múlik, közölte szombaton az Ukrajinska Pravda hírportál a városvezető német Der Spiegel című lapnak adott interjújára hivatkozva. A jelentés szerint Klitschko úgy fogalmazott, hogy jelenleg egyetlen független intézmény működik Ukrajnában, amelyre viszont óriási nyomás nehezedik. Ez a helyi önkormányzat. Kijev polgármestere kifejtette, a háború első napjaiban az ország vezető nélkül maradt, nyílt káosz uralkodott, a polgármesterek véleményformálóként, a városok védelmében és a katonaságnak nyújtott támogatásban kulcs szerepet játszottak. Klitschko egyúttal hozzátette, hogy az elnöki hivatal a polgármestereket csökevényeknek tekinti, egyfajta akadálynak az ország hatalmi struktúráinak központosításában. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnában komoly veszély fenyegeti-e a demokráciát, Klitschko kis szünet után azt válaszolta, hogy igen. Szerinte azonban szinte lehetetlen csak úgy tekintélyelvű állammá tenni Ukrajnát, hiszen az ukrán nép túlságosan szabadságszerető. A Világbank 1,2 milliárd dollár összegű finanszírozást biztosít Ukrajnának olyan projektekhez, amelyek a lakosság szociálisan hátrányos és alacsony jövedelmű rétegeit támogatják majd. Erről a Világbank sajtószolgálata számolt be. A forrásokat Ukrajnának az Inspire nevű projekt keretében különítik el a japán kormány garanciája mellett. A projekt célja, hogy támogassa Ukrajna kormányának azon képességét, hogy a háború alatt továbbra is szociális segítséget tudjon nyújtani a szegényeknek és kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. A Világbank pénzeszközeit árvák, gondozás alatt lévő gyermekek, szociálisan veszélyeztetett diákok, valamint a csernobili katasztrófa, illetve az embercsempészet áldozatai támogatására fordítják. A projekt keretében 29 szociális segélyprogram finanszírozására kerül sor, amelyek közel 10 millió ukrán polgárra fognak kiterjedni. A 2024-es állami költségvetésben a szociális szféra finanszírozása a második prioritás a biztonsági és védelmi szektor után. A tervek szerint a Borispili repülőtér lesz az első Ukrajnában, amely megnyílik, amint ehhez meglesznek a megfelelő feltételek. Jelentette ki Andriy Sibiha, az elnöki hivatal helyettes vezetője pénteken a Kijevbe akkreditált nagykövetekkel tartott találkozóján.
Szibiha úgy fogalmazott, hogy a Boriszpili repülőtér volt az első olyan létesítmény, amelyet Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt bezártak, de ez lesz az első, amelyet megnyitnak. Mint jelezte, amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, szeretnék megnyitni a repülőteret. A nagykövetekkel tartott találkozón Andriy Jermak, az elnöki hivatal vezetője is reményét fejezte ki, hogy Boriszpil hamarosan fogadja és indítja a repülőgépeket. A béke elemeihez való visszatérés azért lehetséges, mert Ukrajna megerősödött. Most már biztosíthatjuk ennek a létesítménynek a biztonságát, köszönet védelmi erőinknek és barátainknak, az önök országainak. És biztos vagyok benne, a szimbolikus beszállókártyák, amelyeket önök kaptak a bejáratnál, hamarosan valóssá válnak, adott hangot bizakodásának az elnöki hivatal vezetője. Olekszij Dubrevszkij, a Boriszpili repülőtér vezérigazgatója még októberben kijelentette, hogy a létesítmény egy hónappal a háború vége után készen fog állni a repülőgépek fogadására. A német Rheinmetall hadipari koncern a tervek szerint már 2024-ben beindítja fegyvergyártó üzemét Ukrajnában. Az első termékek pedig 6 hónappal később kerülnek le a futószalagról, közölte szombaton az rbc.hu hírportál a Reuters brit hírügynökségre hivatkozva. A jelentés szerint Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója közölte, a cég elsősorban arra számít, hogy 2024 elejére megállapodást köt Ukrajnával Fuchs páncélozott szállítójárművek és Lynx gyalogsági harcjárművek gyártásáról. A szerződés aláírása után az első Fuchsot 6-7 hónapon belül, az első Lynxet pedig 12-13 hónapon belül szeretnénk elkészíteni, mondta a vezérigazgató. Megjegyezte, hogy a cég 2024 nyarának végétől tervezi a Fuchs gyártásának beindítását Ukrajnában. Ami a gyalogsági harcjárműveket illeti, azokkal még várnunk kell egy kicsit, nagyjából 2025 nyaráig. Viszont ami a Panther tankok gyártását illeti, erről még nem beszéltünk, hangsúlyozta Armin Papperger. Az Energoatom jelentése szerint december 1-én éjjel szakadást észleltek a zaporizsiai atomerőművet is ellátó egyik nagy feszültségű távvezetéken egy orosz légitámadás miatt. Ezért azonnali áramszünetet rendeltek el. Az atomerőmű ezt követően dízelgenerátorokra állt át, írta az Ukrajinska Pravda. Az Energoatom hozzátette, az ukrán szakemberek erőfeszítéseinek köszönhetően december 2-án reggel 7 órakor helyreállt a kapcsolat az ukrán villamos energiarendszer és az atomerőmű között. Mint mondták, a támadás rendkívül veszélyes, ugyanis az erőmű hosszú távon nem működik megfelelően a generátorokkal, és meghibásodhat. Az atomerőműben keletkezett károk pedig súlyos következményekkel járhatnak a környezetre nézve. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az orosz erők súlyos szabálysértést követtek el, amikor az erőműnél támadtak. Visszahozni az európai hagyományt. Gyönyörű hóesés jelzi számunkra, hogy beköszöntött a tél, és ezzel együtt az év legszebb időszaka, az adventi várakozás is elkezdődött. A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kezdeményezésére 2015 óta minden évben beregszáz főterén gyűlnek össze a város előjárói, egyházi vezetői, diákok és a város lakosai, hogy együtt hangolódjanak az ünnep. Idén advent első vasárnapja december 3-ára esett, így ezen a napon lobbant fel a hitlángja a beregszáz főterén felállított adventi koszorún. 2015-ben úgy gondoltuk, hogy ideje, hogy nálunk is készüljünk a Krisztus várására, a fény ünnepére, és advent az egyházi év kezdete, és igenis ezt tudatosítsuk a beregszáziakba is, hogy ez a város egy európai város, hozzátartozik, ez egy keresztény város, vagy keresztény város, és egy közös egyházak által támogatott rendezvényen kezdjük meg az egyházi évet, áldják meg ezt, és az egy hónapban nem csak a gyertyák meggyújtásával, hanem egyúttal lélekben is készüljünk arra, hogy jön a megváltó, és remélem a megváltóval együtt jön a fény, a nyugalom, és az a rendezettség, amire mindjárt vágyunk.
rendkívüli ünnepre hívták a híveket a Munkácsi Szent Márton Székesegyház harangjai, ugyanis december 2-án került sor Lucsok Miklós Péternek, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye korábbi segédpüspökének, majd Majnek Antal nyugalmazását követően apostoli kormányzójának megyés püspöki beiktatására. Az egyházmegye papjain és hívein kívül az ünnepi eseményen részt vettek a történelmi egyházak kárpátaljai, belső ukrajnai és magyarországi képviselői, valamint több önkormányzati tisztviselő és diplomata is. A beiktatás elején a kijevi apostoli nuncius köszöntötte az új megyés püspököt, majd bemutatták és felolvasták a Ferenc pápa által október 7-én kiadott bullát, amelyben az egyház a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vezetésével bízta meg Lucsok Miklós püspököt. A pápai kinevező okirat nyilvános ismertetése után a megyés püspöki tisztség átvételének szertartása következett. A metropolita bejelentette, hogy megtörtént a megyés püspök beiktatása, majd átadta neki a pásztorbotot, a megyés püspök lelkipásztori hatalmának jelképét, és meghívta őt, hogy foglalja el a székesegyház püspöki székét. Ettől a pillanattól Miklós püspök a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye teljes jogú vezető püspöke lett. A mai napon a Munkácsi Székes Egyházban tanúi lehettünk egy rendkívüli eseménynek, amely nagyon fontos minden egyházmegye életében, hiszen az újonnan kinevezett megyés püspök foglalta el a katedráját, a székfoglaló ünnepsége volt, illetve a beiktatása. Krisztus Egyháza úgy létezik már az első időktől kezdve, hogy az egész egyház különböző testrészekre osztódik, és egy-egy testrész egy-egy egyházmegye. Egy-egy egyházmegye élén pedig egy-egy megyés püspök áll, a megyés püspök azaz apostol utód, aki az apostoli jogfolytonosságot a püspök szentelésben örökölve és megkapva, azt a feladatot kapja az egész egyháztól, hogy ezt az egyházmegyét kormányozza és vezesse. A Munkácsi Egyházmegyében ebben az esztendőben 2023. október 7-én nevezte ki a Szentszék az új megyés püspököt. Az új megyés püspököt, aki eddig az egyházmegye apostoli kormányzója volt. Püspöki rendben volt már, és püspökként kormányozta az egyházmegyét, de nem megyés püspökként, ami azt jelenti, hogy nem saját pásztora volt, hanem megbízott vezetője az egyházmegyének, és éppen ezért az egy ideiglenes állapot, és arra vártunk már több mint egy éve, hogy a Szentszék kinevezze a saját főpásztorát a saját egyházmegyének, amelyben ő a mai napon elfoglalta ezt a széket, úgymond, tehát október 7-én nevezték ki, és a mai napon történt a székfoglalás. Ettől a naptól kezdve megyés püspöke, vagyis saját pásztora, aki közvetlen hatalommal és megbízással rendelkezik a Szentszéktől, az egyháztól, ennek az egyházmegyének a vezetésére. Nagy öröm számunkra, hiszen atyát kaptunk, a püspök egy-egy egyházmegyének, annak a papságának az atya, és valóban azért imádkoztunk, és azt kérjük a mindenható Istentől, hogy atyaként vezessen bennünket, mi pedig fiúi engedelmességgel együttműködve vele dolgozzunk és szolgáljunk ennek az egyházmegyének a javára. Miután a papok, a szerzetesek és az egyházmegyében szolgálatot teljesítő civilek kifejezték készségüket, hogy gyermeki engedelmességgel elfogadják Miklós püspök főpásztori vezetését, az új püspök megkezdte a szentmisét. Az evangélium felolvasását követően Lucsok Miklós püspök két nyelven, ukránul és magyarul mondott homíliát. Nincs fontosabb az ember életében, mint megismerni Isten szeretetét. Jézus szeretet parancsát idézve elmondta, hogy miként Jézus megtestesítette az Atya szeretetét az ő élete és szolgálata által, úgy neki is, mint az egyházmegye püspökének, meg kell testesítenie ezt a szeretetet. Nagyon fontos és felelős szolgálattal bízott meg engemet az egyház Ferenc pápa által, illetve maga a Jóisten, mert biztos vagyok benne abban, hogy a Szentlélek sugallata által döntöttek, hogy én legyek a Munkácsi Egyházmegyének a főpásztora. És ez nagy felelősség, nagy bizalom, főleg ezekben a nehéz időkben, amiket megéljük egy pásztori szolgálat. Nagy erőfeszítéssel, odaadással járul, de az én szívemben van egy olyan mondat az Istentől, hogy bízál bennem, én vezetlek tégedet, illetve úgy is akarom szolgálni ezt a szolgálatot,
egyházmegyénknek a püspöki, a pásztori szolgálatot, hogy hallgatva Jézusnak a szavát, Jézusnak a vezetését, megtenni azt, amit ő akar. Maga Jézus így szolgált, hogy hallgatta a mennyei atyát, ment az imára, mennyei atya szólt neki, hogy és hová menjen, és ugyanígy én is abban bízok, hogy ha fogom hallgatni a Szent Lelked, meg fogom hallani, hogy hogyan szolgáljam. Mint a Munkácsi Egyházmegyét, úgy minden embert is, akivel találkozok az én szolgálatomban. Püspöki szolgálat, ez főleg olyan szeretett szolgálat, hogy ugyanúgy, mint Jézus szerette mindenkit, akivel az útján találkozott, ugyanúgy én is szeressem ezeket az embereket az ő szeretetével. Sok kegyelmet, sok szeretetet kapok ebben a szolgálatban. Érzem a Jóistennek a szeretetét a népéhez, és gyengének érzem magamat, és egyúttal erősnek. És kérem az egyházmegyénknek a híveit, és Kárpátaljának minden keresztényét, illetve minden jó akaratú embert, hogy tartsunk össze ebben a jóban, mert a mai nehéz világban csak hogyha összetartunk, úgy tudjuk legyőzni azt a sötétséget, nehézséget, amelyik annyira erősen jelen van ebben a világban. Ezért Jézus az az erő, az a világosság. És tartsunk össze, testvérek, tartsunk össze. Az ünnepi szentmise záró áldása előtt több köszöntés is elhangzott egyházi és világi vezetők részéről, így többek között Nílus Luscsák püspöktől, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye adminisztrátorától, aki a köszöntő szavak mellett egy 1926-ban 11. Pius pápa által adományozott Istenszülő ikont ajándékozott Miklós püspöknek, amely hosszú ideig a bazilita szerzetesek tulajdonában volt. Ezt követően az egyházmegye új püspöke ünnepélyes áldással zárta a szentmisét, majd megköszönte a szeretetteljes szavakat, illetve köszönetet mondott Majnek Antal nyugalmazott püspöknek az eddigi önfeláldozó szolgálatáért, és azért, hogy továbbra is kész életét adni ezért az egyházmegyéért. Advent a várakozás, a lelki feltöltődés és a megtisztulás időszaka. Ennek szellemében tartott adventi kézműves foglalkozást a Haranglábi Református Egyházközség december 2-án. A fiatalok és az idősebbek közösen készítették el adventi koszorúikat. A rendezvényt a Dorkász Ukrajna Jótékonysági Alapítvány közösségi védőháló programja támogatta, melynek a legfontosabb feladata, hogy az időseket támogassa és elősegítse, hogy a szépkorúak a továbbiakban is érezzék, fontos részei a közösségnek. Haranglábon most először tartottak ilyen nagyszabású adventi foglalkozást. Nagyon fontos a kis gyülekezeteknek, hogy legyen egy kis közösség, ahol összegyűlhetnek, ahol együtt tevékenykedhetnek, és valamilyen érdekes közösség formáló és közösség gyűjtő alkalmon részt vesznek. Ezért is tartottuk fontosnak egy ilyen kis adventi kézműves délutánnak, vagy napközbeni kis foglalkozásnak a megtartását. Novemberben láttuk, hogy a Dorkász Jótékonysági Alapítványnak van egy felhívása, amire lehet jelentkezni egy ilyen kézműves alkalomnak a megszervezésére, és ezért arra gondoltunk, hogy hát ha mi is belekerülhetünk, és mi is elnyerhetjük ezt a mai napot, hogy megszervezhessük, hogy mindenki készítsen magának egy adventi kis koszorút. Tehát mindenki eldöntheti, hogy hova is állítja a nagypályát. A résztvevők egyénire készíthették el ünnepi asztaldíszeiket, amiben Marusinecné Kovács Éva virágkötő segített nekik. Nagyon jó ez, hogy ez egy közösségépítő fontosságú ezek az alkalmak, és nagyon jó, hogyha vannak emberek rá, hogy ezteket az alkalmakat létrehozzák, és segítsék, támogassák. Nagyon jó a gyerekeknek is, például nagyon szeretem, hogy az én munkámat egy kicsit megmutathatom a gyerekeknek, a gyerekeken keresztül, hogy milyen szép is ez az én hivatásom, a virágkötészet. Így a gyerekek is egy kicsit közelebb kerülnek ezzel az alkalommal az ünnephez és a kézműveskedéshez.
Ugye itt minden évnek vannak trendjei a virágkötészetben is, nem csak a divatban. Mik az idei trendek, mik dominálnak, hogyha valaki betér hozzád, mit kérnek a leggyakrabban idén? Hát természetesen a vásárlóink jobban díjazzák, igazából többen a műdolgokat választják, hát nem a tehát nagyon-nagyon szép dolgok készülnek alapanyagokból, de viszont időtállóak, nagyon szép, minőséges dolgokból, termékekből dolgozunk, amik évekig szépek lehetnek az otthonoknak, és természetesen nálunk vásárolt adventi koszorúknak a gyertyáját, minden éven vállalom a cseréjét, és az adventi koszorú, hogyha nagyon szépen megvigyázzák a nyáron, az év folyamán, akkor gyönyörű dísze lesz az otthonnak. Az idejében azt tapasztalom, hogy a fehér alapon az ilyen mély zöld és a zöldes árnyalatok dominálnak. Fontos, hogy minden közösségben legyenek olyan programok, amelyek teret biztosítanak arra, hogy a helyiek kibeszélhessék magukat, ezáltal is támogassák egymást, vélekedett az egyik helyi résztvevő anyuka. Azt gondolom, hogy így az ünnepek előtt jó egy kicsit ráhangolódni az adventre. A szívünk egy kicsit ilyenkor ünneplőbe öltözik már, egy kicsit izgulunk, hogy vajon hogyan lesz az ünnep, milyen várakozás fogja ezt megelőzni, és ugye az adventi koszorúkat most, hogy a gyerekekkel itt olyan szépen elkészítettük, adtuk egymásnak az ötleteket, kicsit segítettünk, és azt gondolom, hogy nagy közösségépítő jelentősége van egy ilyen eseménynek. Tudunk egy kicsit beszélgetni, meg tudjuk egymást egy kicsit vigasztalni, ha esetleg valaki most egy nehezebb helyzetben van, most így advent közelettével, tudunk egymásból erőt meríteni, és hát a gyerekeknek ez egy kikapcsolódás, egy lehetőség arra, hogy együtt lehessünk és valamit készíthessünk. Azt gondolom, hogy most a közösségek egy kicsit megritkultak, egyre kevesebben vagyunk. Nagyon sok az öreg, a magányos ember, és nagyon jó, ha jól esik ez a gesztus, ha gondolunk rájuk, és nekik is készítünk, kedveskedünk egy adventi koszorúval. Ugye tudjuk, hogy a gyertyák mit jelképeznek a koszorukon, és azt gondolom, hogy ilyenkor mi is egy picit átadjuk, egy szívünk egy kicsi darabját, amikor a hitről, a reményről, az örömről, vagy a szeretetről beszélünk nekik, vagy éppen egy jó cselekedettel tudunk nekik kedveskedni vele. Vidékünk kis településein nyilvánvalóan sokkal kevesebb lehetőség van a fiataloknak is arra, hogy együtt legyenek egy-egy eseményen a kortársaikkal. Ezért is örültek a hittanosok a mostani alkalomnak. Nagyobb élmény itt csinálni társakkal, mert barátokkal minden is jobb, én úgy gondolom. Szórakoztató is, viccelünk is egymással, és nem azt mondom, hogy otthon nem jó, itt egy különlegesebb társaságban, barátokkal, szeretett emberekkel, jobb megélni így, megcsinálni. Mind csináltunk koszorúkat, mindenki egyedire csinálta, úgyhogy mindenkinek tetszik. Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és reménykedjünk benne, hogy jövőre is ilyen lesz. Miért fontos az, hogy az időseknek is el tudtok vinni egy kis örömet? Mindenkinek fontos az öröm az életében, én ezt így gondolom, és akiknek közel áll, mint a nagyszülők, a szülők, hogy lássák, hogy mit csináltunk, hogy örüljenek ők is, ne csak mi, hogy átélhessék ők is ezt az örömöt. Minden olyan program, amit a gyülekezet szervez, közelebb visz minket Istenhez. Ezért is vagyunk hálásak a mai alkalomért, ahol nagyszülők és unokák együtt hangolódhattak Krisztus eljövetelének ünnepére, fogalmaztak a jelenlévő nagyszülők. Hálásan megköszönjük az Istennek, hogy Haranglábon is van ilyen alkalom, ahol a szülők, nagyszülők, gyerekekkel együtt összegyűlhettünk, és elkészíthettük az adventi koszorút. Emlékezünk a karácsony történetére, az Úr Jézusnak a megszületésére, és a kereszténység első ünnepére, mert ugye nagy kegyelme volt az Istennek, hogy meglátogatta ezt a bűnös világot, és elküldte az egyszülött fiát. A kisebb adventi koszorúk mellett idén először elkészítették a gyülekezet óriási adventi koszorúját, amelynek lángjait közösen gyújtják majd meg vasárnapról vasárnapra. Nagyon nagy dolog a mi gyülekezetünk számára, hogy most első alkalommal meg fel tudjuk állítani a nagy adventi koszorút a templomunk mellé, amit majd minden vasárnap közösen gyújthatjuk meg rajta a gyertyákat.
A programon sajnos kevés idős tudott részt venni, viszont a gyülekezet fiataljai gondoltak azokra is, akik részesei a Dorkász Jótékonysági Alapítvány közösségi védőháló programjának, és számukra egy-egy adventi koszorút készítettek, amelyeket házhoz vittek, hogy ma már náluk is fellobbanjon a hitlángja. Dorkász!